9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Lélekprogram. A munkával rendelkező hajléktalanok most lakhatáshoz is jutottak. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató lett a KNH csoport gyógyvarás pályázatának egyik győztese. Változatos programokkal várják a diákokat a Vörösiskola napközis táborába. Kortárs kerékpárvázak tárlata a 2B galériában. Köszöntjük Önöket! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton nyert támogatást a lélekprogram megvalósítására még 2011 végén Ferencváros önkormányzata. A program részeként többek között munkával, múlt hét óta pedig lakhatással is segítik a hajléktalan embereket. A lélekprogram a 9. kerületben hajléktalanná vált embereken kíván segíteni. Egyrészt azzal, hogy munkát biztosít számukra, a foglalkoztatásukat a Feszofe Nonprofit Kft. Végzi. Létrehoztak tovább egy információs pontot a Ferenc körút 8 szám alatt, a Tűzoltó utca 23-ban pedig egy iroda került kialakításra, ahol szakképzett munkatársak segítenek a hajléktalan embereknek, akik különböző tanfolyamokon vehetnek részt, álláskeresési technikákat sajátíthatnak el. A program újabb állomásaként Ferencváros önkormányzata 6 lakást újított fel azon hajléktalanok számára, akik már munkával, jövedelemmel rendelkeznek, de az önálló élethez még nincs biztos egzisztenciájuk. A lakásokat múlt héten adták át, a Vágóhíd utcába 2 család költözött. Alapvetően 6 hónapra szándékozza az önkormányzat bérbeadni. Ez alatt a 6 hónap alatt a kollégák szinte napi kapcsolatban lesznek a családokkal, mind a közüzemi díjak fizetésével, mind a lakás és környékének rendbetartása, mint hogy bármilyen probléma adódik ennek a problémának a megoldásában próbálnak segíteni. És ez alatt a 6 hónap alatt akkor a lakóknak ezek szerint csak a rezsi költségeket kell fizetniük? Hát így van, van a rezsi költség az, ami őket terheli, és van a programnak egy olyan része, ami egy kötelező előtakarékosság, tehát havonta meghatározott összeget félre kell tenniük egy nyitott folyószámlán, ami majd felszabadul, mikor innen ki. Ez lehet albérlet, ha sikerül, szociális bérlakást intézni nekik. Tulajdonképpen ez tényleg azt a célt szolgálja, azok a családok kerülnek ide, akik már képesek lennének, de még azért kell egy kis segítség. Hány albérletet fölítünk, mindegyik visszautasította a gyerekvéget, hogy gyerekvéget nem vállalna minket. Így bementünk az Üllői út 69 alá, ilyen családgondozó, és akkor ott a hölgy továbbította a nevünket meg a telefonszámunkat, és lélekponthu jelentkezett nálunk, hogy lehet jönni. Most ismerkednek még csak a lakással, hogy tetszik így elsőre önöknek? Pofás. Szép. Gondolom a párja az a babával itthon marad, ön viszont dolgozik? Én dolgozom, igen. Biztonsági őrként. De akkor van biztos jövedelme. Igen. A lélekprogram kapcsán 5 fő foglalkoztatását vállalta a Ferencvárosi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében, és így ez az 5 fő hajléktalan a Feszofénél kezdett dolgozni a tavalyi évben. Tavaly évben összesen nálunk 250 hajléktalan dolgozott, mint azt már többször is említettük, így ezáltal mi voltunk az ország legnagyobb közfoglalkoztatója, aki hajléktalanokat foglalkoztat ilyen számban. Tulajdonképpen ez egy visszavezetési program része, tehát ugye felemeltük őket, és ők saját magukat az utcáról, azáltal ugye elkezdtek ugye dolgozni nálunk. Ez egy második lépcsőfok, hogy bár ők szálon laktak, tehát viszonylag rendezett körülmények között az utóbbi időben, és ez a következő lépcsőfok, hogy egy albérlet, vagy egy ahhoz hasonló lakhatási formában tudnak most élni. Ezt nagyon köszönöm a Feszofénak és a Lélekpontnak, és nagyon örülök neki. Köszönöm. Milyen munkát végez a Feszofén? Hát, ilyen takarító munkát. Mióta dolgozik? 8 hónapja. És tetszik a munka, elégedett? Igen, elégedett vagyok a munkával. És hogy tetszik a lakás, ami ugye most még teljesen nem készült el, de hamarosan kész lesz? Hát tetszik. Elfogadható. Kivel fog ide költözni? A párommal. A KNH csoport idén 10. alkalommal hirdette meg nagy sikerű országos pályázatát, a gyógyvarás programot, melynek célja, hogy műszerbeszerzéshez juttassa a gyermekegészségügyi intézményeket. A pályázat eredményhirdetését a Lechner Ödön fasori székházukban tartották.
10 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy elindítunk egy olyan programot, melynek célja a gyermekegészségügy támogatása. Kezdte köszöntőjét Henrik Schelling, a K&H csoport vezérigazgatója. Az elmúlt 10 évben összesen 257 intézmény részesült több mint 476 millió forint értékű műszertámogatásban. A 2013-as pályázati évben a rehabilitáció és a gyermekfogászat volt a két kiemelten támogatott terület. Az idei 20 millió forintos pályázati keretből 11 intézményt támogattak, köztük a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató gyermekfogászatát is. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy egyértelmű volt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató pályázatát támogatni kell, de minek köszönhető, hogy ennyire egyöntetű volt a döntés? Először is nagyon szép pályázatot készítettek, ez az egyik körülmény. A másik pedig, hogy meglehetősen kevés ennyire összeszedett, és valóban egy nagyobb gyerekpopuláció egészségéért készült pályázatot láttunk. Többnyire inkább részdolgokra, nem pedig egy ilyen komplexre pályáztak, úgyhogy ezért esett rájuk a döntés. Van nekünk egy csodálatos vezetőasszisztensünk, Horavec Katalin, és az NFÜ, ami az interneten található meg, ott rengeteg pályázati kiírás van. És szegény van, amikor már látom, hogy a szemei vörösek, és egyfolytában olvassa az újabb pályázatokat, és amikor egy olyat talál, ami úgy néz ki, hogy minden feltételnek meg tudunk felelni, akkor beadjuk a pályázatot, és most a legnagyobb meglepetésünkre sikerült, és nagy örömünkre. Mennyit nyertek most ezen a pályázaton, és azt mire fogják fordítani? 3 millió 700 ezer forint, amiből egy teljesen komplett új fogászati kezelőegységet és egy kezelőszéket a fogszabályozás részére fognak a Börzsöny utcai rendelőben felszerelni. Miért van szükség a lecserélésére ezeknek a készülékeknek? A mostani az egy 22 éves, hát eléggé avitos állapotban lévő olasz készülék, ami mert tényleg megérett a cserére, az utóbbi időben egyre többet hibásodott meg, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ezt legalább ki tudjuk küszöbölni. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató gyermekfogászatán kívül melyek még azok a fontosabb területek, amiket idén a 10. alkalommal támogattak? Általában véve a rehabilitációs tevékenységeket. Ezek nagyon sokrétűek, tehát nem csak egyedül arra kell gondolni, amikor valaki egy baleset miatt megsérül, hanem lehet egy krónikus betegség miatt rendszeresen támogatásra szoruló, egy anyagcserebetegség miatt rendszeresen gondozásra szoruló. Tehát nagyon sok olyan fajtája van ennek a tevékenységnek, ami sokféle szakmai összefogást igényel. Tehát minden olyan kezdeményezés, ami ezen segít enyhíteni, az nagyon fontos. A jubileum alkalmából a K&H további 5 millió forint értékű külön díjat is felajánlott. A támogatásban a Máj Beteg Gyermekekért Alapítvány részesült, ami a máj transzplantációra szoruló csecsemők és családjaik számára nyújt segítséget. Azok a József Attila lakótelepen élő gyerekek, akiknek szülei nem tudják megoldani nyári elhelyezésüket, idén is a Vörös Sándor Általános Iskola napközis táborában nyaralhatnak. A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően igen kedvezményes a tábor díja, a rászorulóknak pedig ingyenes. A nyári napközis táborba ebben az évben is szeretettel várunk a 6-14 éves gyermekeket a Körösi Sándor Általános Iskolából, a Kosztolányi Dezső Általános Iskolából és a Vörös Sándor Általános Iskolából. Több iskolából is jönnek gyerekek, és több barátságot is köthetünk, és amiket meg is tartunk. Jól érzem, mint magam, mert vannak ilyen sportversenyek is, és ott is jól érzem magam. Mióta vagytok itt a táborban? Hát igazából én 4 hete vagyok itt, és ma van az utolsó nap, hogy itt vagyok. Mert hogy hova fogsz menni, hol töltöd a nyár többi részét? Balaton. Hát nagyon jó, mert sokat lehet szórakozni, meg itt van sok verseny, mivel részt lehet venni is. Nagyon jó.
Ferencvárosi Üzemeltető Központ biztosítja nekünk külön busz, tehát szoktunk járni, kirándulni. A kézműves foglalkozás mi saját maguk nyújtunk a gyerekeknek, tehát szoktak a gyöngyökből különböző ékszereket készíteni, hímzővonal, karkötőket, rajzolni. Hát ehhez is, hogy betődjek. Az is jó, hogy sokszor megyünk kirándulni, meg ma is megyünk majd a nagy, azt hiszem ma megyünk a nagyjátszóra, és én szeretek kint lenni. Önkormányzat által a József Attila lakótelepi nagy játszótérre is szoktunk kimenni, ahol színházi és kézműves foglalkozásokat szoktak tartani. A Börzsöny utcai Szabó Ervin könyvtárba is nagyon sokszor eljutottunk, nem csak a irodalom és könyv szeretete miatt, hanem szinten kézműveskedni, vagy bármilyen élő színházat is megjátszani, eljátszani. Célra is szoktunk menni. Nagyon fürdeni. Minden héten sportbajnokságokat is szoktunk szervezni, tehát ez a kosár, pingpong, tollás, hullahopp, karika, kötél, foci bajnokságok. A táborban azt szeretem, hogy szeretek úszni, és jó sportok vannak, és én jelentkeztem kosáradobásra. Vágó Norbi, meg a Zsófi. És első lettem. És... Hát ehhez gratulálunk, szeretsz kosarazni? Igen. Minden nap úszunk, az is jó benne, meg hát együtt vagyunk a barátokkal. Akkor annak is köszönhetünk, hogy gyerekek jól éreznek itt magukat, hogy jó társaságban van, nagyon szép udvarunk, szép nagy udvarunk van, és az úszodát is minden nap igénybe vehető. Nagyon sok gyerek van itt, aki rendszeres gyermeksegélybe részesül, tehát azt jelenti, hogy az önkormányzat ingyen étkeztetés biztosít azoknak a családoknak, aki rászorulnak erre. Egyébként mennyibe kerül a szülőknek ez a tábor? 100%-os befizetés 5 napra, tehát megint önkormányzat támogatásával köszönhetően 2300 forint, tehát csak étkeztetés kell befizetni a szülőnek, az összes többi szolgáltatás, pedagógusok, a foglalkozás alapanyagi költséget az Ferencvárosi Üzemeltető Központ biztosítja. A grafikus és festő Röskó Gábor álma vált valóra Rádai utcai 2B galéria legújabb, nem éppen hétköznapi kiállításával. Kerékpárokat gyűjtök, vagy hát évtizedek óta próbálom összerakosgatni a vasat, van is belőlük egy csomó. És hát nagyon sokszor fölmerült a kérdés, hogy ezt valaha a képzőművészetben használtam-e, festettem-e ilyesmit, vagy csináltam-e hasonló dolgot, tehát kerékpárra kapcsolatos dolgot. És el kellett gondolkodjak rajta, hogy ez valahogy nem szerepelt. És emiatt azt találtam ki, hogy megkértem barátaimat, kollégákat, mindenféle népeket, hogy próbáljunk foglalkozni ezzel a tematikával, és ebből jött az, hogy a kerékpár váz, ami egy ilyen művészeti felületnek is használható, azt találtuk meg erre a célra, és azt kértem mindenkitől, hogy kreatívan kezelje a problémát. De olyan, mintha egy kerékpár múzeumba csöppennénk, igaz? Hát van köztük új is, meg régi is, tehát hogy részben vannak, vagy hát nem részben, hanem 2 darab talán eredeti, aminek konkrét oka van, és a többi meg olyan, amit kortárs képzőművészek, vagy pedig olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak, tehát mondjuk kerékpár szereléssel, vagy restaurálással azok csináltak. Hey!
találkozhatunk egy igazán különleges darabbal. Ő hogyan került ide a kiállításra? Hát ez pontosan az, hogy valahogy egy témát úgy körbejárni, hogy szintén a kreativitás, vagy nem, tehát hogy ez egy híres bicikli, mert hogy a Thomas Bernard személyes kerékpárja, amiről írt is egy szolid kis szöveget ráadásul, emberi szabadsággal kapcsolatban, és valahogy ez tűnt egy ilyen, nem kiegészített, de hogy valahogy, hogy ilyen komplettírozni ezt a gondolatot. És ezt a különlegességet lehet még fokozni? Tehát lesz még folytatása? Ez igazából ez a folytatás, mert ez megvolt már ez a kiállítás részben, nem így vagy nem ebben a formájában, a Csodák palotájában annak idején, ez ki voltak téve, csak annyira sötét volt és valahogy rossz volt az installáció, hogy mindenki panaszkodott, hogy nem látja munk. Hát itt azért elég részletgazdag vagy finom felületekről van szó, amihez úgy értem közel kell menni, vagy tehát nem baj az ember. Egészen közelről látja őket, és akkor most ez úgy olyan profi módon lett kitéve szerintem, hogy most már lehet azt látni, hogy érdemes volt dolgozni. És mit gondolom, mi ennek az oka, hogy ennyien érdeklődtek? Mert a kerékpár lehet látni, hogy napról napra növekszik a kerékpár barátok, vagy a kerékpár szubkultúrával foglalkozók száma, tehát hogy nem csak bringáznak, hanem ezzel a háttériparral, a tárgykultúrával, a történetével is egyre többen foglalkoznak. A kerékpáros és bicikli gyűjtő művész és társainak a Festett acél című kiállítását augusztus 16-áig tekinthetik meg. A 9.tv és Ferencváros legfrissebb híreivel jövő héten is várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.